A gödröcske annyira nyalogatható, annyira fincsi. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó már megint egy olvasó vlog lesz, ugyanis továbbra is olvasom a Stage Dive sorozatot. Stage Dive sorozatot. Csak sikerült kimondani. Most igen, most jó beállításokon van a kamera. Szóval ez a következő része, a harmadik része a sorozatnak, a Lead Solo címmel. Amúgy kb. Ez a legnormálisabb borító a három vagy a négy közül, kivéve leszámítva ezt az ide photoshopolt mikrofont, ami nagyon látszik, hogy nem a képen volt eredetileg. És ezen már nincs alulöltözött férfi ember. Milyen Rubint pöntjös könyv ez így őszintén. Na igen, szóval az első rész elég rossz volt, a második rész tök jó volt, és hát nekem azt mondták, hogy ez a harmadik rész a legjobb. Meglátjuk. Jimmy-t annyira nem kedvelem, mert most ez Jimmy-t fogja követni, az énekes, és az előbb kinyitottam a könyvet, hogy megnézem, hogy hány oldalas. Mikor megláttam, hogy több mint 430 oldal ez a könyv, akkor egy kicsit így nem tudom, mi lesz itt. Majdnem 50-60 oldala hosszabb, mint az előző kettő volt, és nem tudom, mi lesz így velem, de hát kiderül, úgyhogy robog tovább ez a vlog, aztán kiderül. Kiderül, hogy vajon tényleg nekem is ez fog a legjobban tetszeni, vagy a második résznek kicsúcsosodott számomra ez a sorozat, és onnantól a többi nem jó, mert amúgy meg azt hiszem, a negyedik részt annyira nem dicsérte barátnőm, akitől kaptam a sorozatot kölcsönbe, úgyhogy nem. Meglátjuk. Izgalmas lesz, az biztos. Továbbra is. Jaj, na nézzük! Korán van. Még nincs bennem egy egész kávé. De gyorsan túl akarok esni rajta, mert az a helyzet, hogy elolvastam ebből az elmúlt két napban 110, mennyi? 3 oldalt. Ennyit. Hát eddig nem vagyok lenyűgözve, na. Maradjunk annyiba. Egyébként elolvastam 100 oldalt, és pont tegnap este, mikor így olvasom, azon gondolkoztam, hogy mi az Isten történt az elmúlt 100 oldalon, mert hogy én nem emlékszem úgy semmi eseményre, azt tuti, és így továbbra sem tudom megmagyarázni, mi történt 100 oldalon keresztül. Röviden összefoglalva, a sztori az, hogy igazából ennek a könyvnek az eleje és az előző könyvnek a vége kicsit így egymásba ér, bár, ahogy néztem, a következő fejezetben fogjuk elérni a kb. Azt, hogy ott tartunk, ahol az előző könyv véget ért. Ebben a történetben most Lenát folytatjuk. Lenát követjük, aki Jimmynek az ilyen személyi asszisztens testőr baby csősze. Jimmyről azt kell tudni, hogy neki még, amit nem mondtam el, mert addigra már így ilyen agyrobbanásaim voltak az első könyvnél, hogy Jimmyt elvonóra küldték az első rész vége felé, és egy hónapig volt elvonón, és akkor azóta tiszta meg minden, úgyhogy akkor volt, amikor elmentek pszichológushoz is. Végre. Oké, és hát ez idáig velük annyi történt, hogy kaptunk egy ilyen bevezető fejezetet arról, hogy Lena hogy lett Jimmynek a baby csősze. Aztán ott kezdődött a sztori, hogy Mel anyját a temetésén. És nagyjából ennyi történt ebben a könyvben az elmúlt századalon keresztül. Egyébként a temetés előtt Jimmy nagyon maga alatt volt, vagy én nem tudom, szétverte a lakást, mert hát, hogyha férfi, akkor úgy van maga alatt, hogy szétver mindent. Mert ő férfi. Na mindegy, nem értem, hogy most már az a helyzet, hogy Lena így valamiért elkezdett vonzódni Jimmyhez, de ilyen brutál módon, hogy mindig dolgok történnek a lába között, ha csak ránézi, nyálat csorgatva, tudjátok. Amit így nem teljesen értek, hogy honnan jött, bevallom őszintén, az első fejezet alatt annyira nem figyeltem oda az eseményekre, mert gondolta a franc, hogy majd az első fejezetben fog megtörténni a most már szerelmesek vagyunk pillanat, tehát mondjuk nem tudom, miből gondoltam, hogy nem lesz az, mármint tapasztalatok alapján. Csak hogy eddig nem volt ebből egyből az első fejezetben az, hogy szerelmesek vagyunk.
Na mindegy, szóval az a helyzet, hogy már valami 2 hónapja Jimmynek így, vagy nem, több. Az a problémám, hogy nem értem egyébként az idősíkokat, mert én úgy emlékszem, hogy az előző könyvben azt mondták, hogy David és Evelyn 3 darab hónapja házasok. Ami azt jelenti, hogy Jimmy kb. 3 hónapja tiszta, mert hogy olyan 1 hete voltak házasok, mikor elment elvonóra. De valamiért ebben a könyvben, még a második könyv vége előtt, amikor az a rész van a Mel anyjának a temetése, ott azt mondja, lenne, hogy 1/2 éve tiszta. És most nem tudom tényleg, hogy nekem ennyire rossz a memóriám, mert én úgy emlékszem, hogy 3 hónap volt még az előző könyvben az Evelynék házassága, nem 1/2 év. De mindegy. Részletkérdés, tudom, csak az ilyen dolgok föl szoktak azért nekem tűnni, és nem szeretem őket. Na igen, szóval ott tartottam, hogy temetés napja, és Jimmy maga alatt van. Inni akar egyet, mert ő nem bírja ezt, mert hogy olyan volt, mint az anyja lett volna neki is, Lori. Lena megpróbálja kirángatni, és akkor az történik, hogy Jimmy megöleli, belesír a felsőjébe, és ez az egy pillanat, ez valamiért olyan kémiai reakciókat indított el, hogy most már Lena az elmúlt századalom keresztül azzal töltöttem minden oldalt, hogy azt olvassam, hogy Lena folyton bámulja, meg Úristen, meg Atyaég, meg bárcsak, nem tudom, történne valami, és hú, és ezt nem szabad, mert és most már föl fog mondani szerintem azért, hogy ezeket az érzelmeket, amik előtörtek, ezeket elűzzük, és így. Egy darab ölelés. Egy darab ölelés. Ezt okozta. Jó, volt egy ilyen izé benne, hogy mert hogy Lena amúgy nem érintkezik férfiakkal, mert hogy az előző pasjai is kapják be, és ilyenek, és há, Istenem, na igen, szóval nem érintkezett, és most volt ez először, hogy így bőr-bőr kapcsolatba lépett ő és Jimmy, és ez valamiért a hormonjait fölborította. Én ezt nem teljesen tudom megérteni, de oké, legyen ez. Na azt nézzük, minek van a fölírva. Egyrészt ezekben a könyvekben azt, hogy pillanat, nem tudom miért úgy rövidítik, hogy pilla. Pilla. Nem pill, pilla. Lehet, hogy csak én nem tudtam, hogy ezt így kéne rövidíteni pill helyett, de mindegy. És tudom, hogy azt is felírtam le azt a végére, hogy mi lenne, ha egyszer egy ilyen könyvben végre nem az lenne, hogy a csaj epekedik vágyakozva a faszi után, hanem fordítva. Csak ugye a változatosság kedvéért, mert kezdem unni, hogy 300 oldalnyit olvasok arról, hogy a csaj oda meg vissza van a pasiért, és így az utolsó oldalakon a pasi így, hogy ja, amúgy, nekem is bejössz. Lehet. És így... Nem már. Ja igen, meg itt ugye benne volt az, hogy jaj, de hát kívül esik a súlycsoportomon. Túl jó pasi hozzám. Volt egy ilyen megszólalás benne, hogy csak lazán, mint a kazán. Olyan dolgokat megtanulok ezekből a könyvekből, amikről én se tudtam, pedig elvileg idősebb ez a könyv nálam. Nem idősebb, csak hogy... Na, tehát idősebb, tőlem idősebb emberek írták, tehát hogyha ez slang, vagy ilyesmi, én ezt még sose hallottam, na ez a lényeg. Ugye én ezt még sose hallottam. Ja, még azt nem teljesen értem, hogy ez szerintem ellenségekből szerelmesek. Szóval enemies to lovers akar lenni. Szerintem legalábbis az első fejezetben még így fújtak egymásra, meg így csipkelődnek, meg nem tudom, de hogy... Hát ez nem az a fajta enemies to lovers akkor, amit én szeretek, úgyhogy... Na mindegy! Továbbra is nem értem, vannak ilyen dolgok benne, hogy egyrészt ki az, akinek az otthoni kényelmes viselete, az otthoni szettje, az egy farmer. Az egész lényege annak, hogy te otthon vagy, senki nem néz téged, és akármi be lehetsz, hogy kényelmes legyen, az nem farmer. Legalábbis én nem szeretem, hogyha farmerban vagyok itthon. Na és akkor van 3 dolog, amit fel akarok nektek olvasni. Első dolog, én nem vagyok egy nagy edző ember, mert max könyveket emelgetek, na igen. De ezt még én is tudom, hogy ez így biztos, hogy nem az, amit akar lenni. Tehát azt mondja, hogy Jimmy fekvő támaszokat nyom, mert hát ezek sportemberek. A fekvő támaszozással az a legnagyobb baj, hogy aki csinálja, az nagyon,
de nagyon úgy néz ki, mintha szexelne. Zárójelben, dugjatok már meg, haha. Zárójelbe zár. Az izzadás, az erőlködés, ahogyan a medence környéke fel és lejár. Undorító volt, és törvényben kellett volna betiltani. Na most... Én nem tudom, hogy ebben milyen fekvőtámaszt nyomtak, de én biztos vagyok benne, hogy a fekvőtámasz lényeg az, hogy full egyenes a hátad, és csak a karodat hajlítod be. Mert hogyha a medencét fejjel lejár, az úgy néz ki, amikor én fekvőtámaszozok, és nem tudom magam kinyomni, mert egy gyenge ember vagyok, és akkor így a... Ja, kinyomom a csípőmet, hogy úgy nézzen ki, mintha emelkedett volna valami, de az nem fekvőtámasz, és egyébként nem tesz jót a gerincnek se, szóval... Ahhoz képest, hogy mekkora sportemberek így... ilyenkor megkérdőjelezem azért az írót is, hogy... Vagy nem tudom, hogy itt esetleg fordítás, de hogy... biztos, hogy te tudod, hogy hogy néz ki egy fekvőtámasz? Mert ezek után nem vagyok benne biztos, hogy te tudod, hogy néz ki egy fekvőtámasz. Aztán volt itt egy... ez a göd... igen. Volt egy ilyen mondat, annyira gyönyörű volt, hogy... nyilván gödröcskéje van az emberünknek, mert hát mindenkinek mindig gödröcskéje van az ilyen könyvekben. Mondjuk... biztos felem van, vagy annyira nem nagy szám az a gödröcske szerintem, na mindegy. Szóval, a gödröcske annyira nyalogatható, annyira fincsi. Ez a mondat az IQ szintemet csökkentette legalább felére. Ez csak a vizuális típus vagyok, tehát én próbálom elképzelni a történteket közben, és amikor megláttam ezt a mondatot, hogy miért te nem, lihegtem, és közben a két melbimbom két kis lyukat furt a padlóba. És itt a mentális képemet úgy kell elképzelni, hogy így elképzeltem, hogy két ilyen kis pici, mint a falba a fúró fej így pörög, és így megy bele a padlóba, és ezen itt totál volt egy ilyen 10 perces szakadásom, hogy lyukat furt a padlóba, és így dzzz, na mindegy. Ezen a ponton már tényleg, amivel poénkodtatok még az első vlog alatt, hogy kéne nekem összedobni terápiára, légy szíves, tegyétek meg, jó? Nekem ezek után kelleni fog, mert itt van eltelt 100 oldal, és ez a leghosszabb könyv eddig, legalábbis remélem, hogy a negyedik az rövidebb lesz, mert ha az is ilyen hosszú, akkor én feladom. Hát egyelőre ez a könyv nem győzött meg, úgyhogy nem tudom, hogy tényleg az a bajom, hogy Jimmy karaktere annyira nem érdekel, de az a helyzet, hogy Len a karaktere se fogott meg ezzel az első fejezetben ölelkezünk egyet, és akkor onnantól szét vagyunk folyva meg a hormonjaink, meg mindig benedvesedünk meg minden, és így... Szóval már csak 330 oldal, és ennek is vége. Este 10:30 van, de ezen a ponton úgy érzem, inkább csinálok egy gyors bejelentkezést még most, mert különben nem fogok tudni aludni, mert kattogni fog az agyam, hogy mit fogok mondani másnap reggel a vloghoz. Szóval ott tartok ebben a könyvben, hogy 258 oldalt olvastam. Tehát túl vagyok a felén, így talán látszódik. Igen. Hihetetlen módon unom. Tehát nincs olyan jó egyáltalán, mint az előző rész, de nincs olyan förtelmes, borzasztó sem, mint az első rész. Igen, ez így volt értelmes. Viszont halálian unom. Tehát amit Lena szenved, hogy mennyire szerelmes Jimmybe, azt továbbra se tudom megérteni, meg mindig nem értem, honnan jön. Jimmyt meg így magasról tesz rá, legalábbis úgy tesz, mint aki magasról tesz rá. És ezt így baromi unalmas volt olvasni az elmúlt 250 oldalon keresztül. Főleg, hogy már kiolvastam két könyvet egymás után, ami ugyanez volt, csak Pepitában is más neveket használtak, és... sose lesz vége. Volt egy ilyen, hogy már valahol a 120. oldalon megemlítettük azt, hogy... ja igen, szerelmet vallott Lena kb. Jimmynek, mire... Jimmy kinevette, és azt mondta, hogy hát nem, ilyet nem lehet csinálni, úgyhogy ki kell belőle szeretni Jelenának, vagy nem tudom, vagy ódja meg, vagy valami ilyesmi volt. Őszintén annyira nem érdekel ezen a ponton már, hogy mi történik ebben a könyvben, hogy annyira nem nagyon tudok odafigyelni, meg így átérezni a dolgokat. Volt egy ilyen megszólalás, hogy Jimmy amúgy nem nagy zenész. Egyébként ő a Stage Dive bandának az énekese, tehát ő a frontember, és hogy ő amúgy nem játszik hangszeren, saját elmondása szerint elég jól énekel, meg hogy csini az arca, és akkor jó mutogatni, és ő ennyit tesz hozzá a bandához, ami nekem elég olyan, hogy te vagy a nyambat,
frontember neked, de nem ennyit kéne hozzátennod az egészhez, oké? Tehát, hogy... Igen, mert amúgy, ahogy az első könyvben David az atya úristen, tehát őrje az összes dalt, meg ő játszik úgy gitáron, meg amúgy minden hangszeren is játszik David, úgyhogy ő az atya úristen. Még egyébként David még énekelni is tud, csak inkább meghagyja a Jimmynek. továbbra is a timeline a problémám van egyébként. Visszanéztem az előző kötet végén, vagy elejét, meg végét. Azt néztem, hogy nem találtam azt meg, hogy 3 hónap telt el az esküvő óta, de hogy arról volt, hogy néhány hónapja. Na most az, hogy néhány hónap, az nekem így a max 3-at jelenti. Nem pedig 5-öt, és akkor eltelt egy hónap, és ugye fél év, de mindegy, most már ezen a ponton azt mondom, hogy tök mindegy. Csak így teljesen összezavarodtam. Ráadásul az előző kötet végén volt egy ilyen megszólalása Bennek, hogy mondta Ennéknek, Ennek meg Melnek, hogy ja, amúgy hallottátok, hogy Lena lelépett, és emiatt Jimmy tökre ki van akadva? És az, hogy Lena lelépett, az nekem azt jelenti, hogy Lena ott hagyta, felmondott. Na most Lena nem mondott végül föl, mert Jimmy most erőlködik, hogy próbáljuk ezt az egész helyzetet rendezni, hogy te nem vagy belém szerelmes igazából, meg elmúlnak az érzéseid, meg ilyenek. És helyett ebben a könyvben az a jelenet folytatódott az, hogy meg volt az a hálaadási vacsora, és ahol ott volt Lena, és nem lépett ki. Tehát, hogy így, ezt megint nem tudom, hogy rá kell húzni a fordításra, mert elég fura fordítási dolgok vannak benne, az biztos. Tehát, jó, vannak benne kifejezések, hogy ültem, és mondom, ez nem tudom, hogy melyik bolygóról származik, de ez elég magyartalan. Vannak benne nagyon magyartalan mondatok, ami egyértelműen a fordítás. Na mindegy. Aztán ott van Jimmyben ez a nagy kényszer, meg kell védeni a Lenát mindenáron. Ki kell kérdezni minden pasit, aki hozzászól, és így az ötlete volt, hogy elkezdjen randizni, mert kitalálták, hogy majd abból ki, akkor kiszeret Jimmyből, hogyha egy random emberekkel randizik, amiből az egyik a Ben volt, aki a basszeros. A másik meg az előző kötetből ennek a volt főnöke, akibe szerelmes volt, és így verem hátra ide a fejemet a falba, komolyan mondom, annyira szar. Mindegy, és akkor egy teljesen ilyen túl vigyázó emberke, na mindegy, nem tudom. Nagyon durva érzelmi zsarolások mennek még itt a könyvben, tehát ez a nem hagyhatod így Jimmyt, mert ő az egyetlen barátja, vagy aki nem bántakozik is úgy gondolod. Tehát, hogy így ez se tetszik. Ja igen, mindhárom könyvben ahányszor ezek a faszik izzadtak, annak valamiért mindig nagyon jó illata volt, és ezt nem tudom megérteni, mert hogy... Van az a pont, ahol annak már nincs jó illata. Bármennyire legyen jó illatú a pasi, van az a pont, ahol az már nem lesz jó illat. Na mindegy. És amit még felírtam jegyzetbe, hogy Lena egyébként egy csomószor úgy viselkedik, sőt, legalábbis a belső monológiait, ahogy így olvasom, így nekem csak az jön le, mintha egy 15 éves ilyen nagyon szerelmes kis csaj monológiát olvasnám, és egyébként valami 25 évesnek volt írva a könyvben, úgyhogy... Borzasztó. Szóval ez a pár dolog, amit fel akarok olvasni, a gödröcske nyalogatás után van. Igen, volt egy ilyen mondat, hogy csak, hogy ez a pasi olyan szinteken érintette meg a lelkemet, ahol esélyem sem volt harcolni ellene. Itt továbbra is az volt ez a probléma, hogy én nem értem, hogy ez mikor történt meg, de jó, tehát így egyszer csak nagyon szerelmesek lettünk bele. És van a következő. Na az olyan, hogy légy szíves valaki ezt tényleg, ha tudja, mit jelent, magyarázza át, mert fogalmam sincs ez, mit jelent. Az pedig az, hogy... kontextusit el, ráveszik bent, hogy menjen el randira Lena valami megint ilyen minek. Na mindegy. És akkor azt mondja, nem szereti a sportot, és ne legyél, mi? Ne légy faszari. Faszari. Ez mi az édes anyám kínját jelent? Mert nem tudok rájönni. Fingom nincs, hogy ez mit akarhat jelenteni, és ez így kicsit ilyen honnan szedtek ilyen kifejezéseket, komolyan mondom. És az utolsó, amit meg bejelöltem, mert amúgy egy csomószor már csak így haladjunk, mert végére akarok kelni ennek a könyvnek. Szóval azt mondja, ő Lena így magában töpreng, igen, megint randin van egy másik emberrel, és akkor most az a helyzet, hogy amúgy ez az ember is jól néz ki, de hogy amúgy nyilván Jimmy az Adonis. És akkor azt mondja, hogy ők bandáról beszél, vagy ők mind olyan pasik voltak, amilyenek csak a csajok legérzékibb álmaiban bukkannak fel.
És ezt az általánosítást szeretném kikérni magamnak, mert hogy ez a tetovált, kigyúrt, 190 centi, piercinges, rossz családi háttérrel rendelkező, nem is rossz családi háttérrel, csak problémás múlttal rendelkező férfiúk az én mindenféle álmaimban soha a büdös életben nem voltak. Legérzékibb álmaimban, bocsánat, tehát egy that's not my type, ez nem. Az ilyen kigyúrt, kocka hasas, szétszakad rajta a póló, ez nem az én stílusom, bocsánat, ez soha nem is volt az én stílusom, meg amikor vannak ezek a filmek, mint most volt az a, ami mindenki oda volt a csávóért abban, és én meg 5 percet bírtam a filmből, és utána kikapcsoltattam, mert mondtam, hogy én ezt nem vagyok hajlandó végignézni, mindegy. Mi volt az a lengyel szürke 50, a 365 nap. Én abban is a pasiért mindenki oda meg vissza volt. Mármint a színészért, most a színészről beszélek. Én meg látom, ránézek, és így nem. Az én emberektől félek. Tehát, hogy olyan, akiknek ilyen állkapcsa van, hogy el tudná vágni ketté a testemet vele, azért nem. Tehát van ez az arcszerkezet, ami ez a tipikus szexi pasi arcszerkezet, és az valahogy nálam nagyon nem úgy jön át, ahogy másoknak, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezt az általánosítást kikérem magamnak, mert ezek a rockstarok, akik ebben a könyvekben vannak, biztos, hogy az én álmaimban nem szerepeltek. Én nagyon nekem nagyon más az ideálom, úgyhogy sajnos ezzel a rubinpöntjös könyvek nem szoktak nálam, vagy hát az ilyen könyvek nem szoktak betalálni, mert az agyongyúrt pasik nem. Tehát ez a kiszakad a póló a karján, az már az a szint, hogy sok. Oké, vegye vissza. Szóval igen, vannak ilyenek. Ja, úgyhogy mennyi, még 200 oldalam hátra van, az még kb. 2 bejelentkezés. Atya Isten, és még van egy rész ebből a sorozatból. Sose lesz vége. Tényleg az az egyetlen jó dolog, hogy gyorsan lehet ezekkel a könyvekkel olvasni, mert itt vagyok 250 oldalán, és őszintén meg nem tudnám mondani, hogy mi történt ebben a könyvben, mert így kb. Semmire nem emlékszem, annyira érdektelen volt minden. Tehát csak így tényleg annyi történik, hogy így lenacsorgatja a nyálát, Jimmy meg mondja, hogy nem. Ki kell szeretned belőlem, vagy nem is tudom, valami ilyesmiről van szó. Én nem tudom, ezeket így egymás után olvasva, ez valami szörnyen fárasztó egyébként. Tehát, és tényleg az a baj, hogy a legkisebb mértékben sem érdekel a sztoriuk, tehát így még jobban szenvedek, mint amúgy szenvednék. Tehát... Megyek aludni. Jó. Ezt majd holnap folytatom. Befejeztem. Tegnap óta lepörgettem, majdnem ennyit 200 oldalt, de az azért történhetett meg, mert annyira, baromira nem érdekelt, hogy mi történik ebben a könyvben, és annyira szörnyen, borzasztóan utáltam minden percét és minden egyes szavát, amit el kellett olvasnom, hogy alkalmaztam a gyors olvasási technikámat, ami annyit jelent, hogy nem olvasom végig az egész oldalt. Ezért meg lehet kövezni, higgyétek el, ezen a ponton nem érdekel. Én belementem ebbe a könyvbe azzal, hogy ez a legjobb rész a sorozatban, és ez... Nem. Nem. Ez nem az. Én akadom rajta, hogy van-e értelme felolvasni az útközben felírt pontjaimat, mert ez a ponton már nem tudom eldönteni, hogy megéri-e. Azon kívül bármi más mondanom, hogy ez egy nagyon szar élmény volt számomra, és nem szeretném tovább folytatni. Tehát itt van még ez. És erre még azt is mondják, hogy rossz. Tehát, hogy akkor mi a tökömért, most már nem érdekel, mi a tökömért olvassam el most úgy őszintén, minek? Minek kínozzam magam még 330 oldalon keresztül olyan dologgal, amiről most már mindenki tudja, hogy nem érdekel, én is tudom, hogy nem érdekel, és tudom, hogy nem is lesz jó, tehát... Ráadásul abban főként egy olyan karakter, a fő alfa hím, akiről magasabbról le se tudnám szarni, hogy mi történik vele ezen a ponton tényleg. Mert nem érdekel, semmit nem is csinált az egész sorozat alatt ideig, tehát hogy miért érdekelne, hogy ő mit csinál, meg kivel jön össze. Na pedig az első pont, ami még föl van írva, az egy pozitív dolog, hogy leültek beszélgetni, de hát ez nem jelent sokat.
Ami még érdekes lehet, hogy fölírtam magamnak egy ilyet, hogy annyira repetitív volt ez az egész sorozat ideig, hogy szerintem a legalább a szex jeleneteknek a felében szerintem ilyen copy-paste-elve voltak a dolgok, tehát ilyen Ctrl-C, Ctrl-V-zve, mert hogy mindig tűzijátékok robbantak, mindig lángolt mindenkinek a teste hullámokban, mindig... Annyira rossz élmény volt tényleg, hogy... Nem. Benne van az, hogy megígértem, hogy el fogom olvasni ezt a sorozatot, és nem szeretem nem betartani, meg bennem van az, hogy már 3 könyvet végigolvastam. Itt van a befejező rész nálam, akkor olvassam el azt is. De nem biztos, hogy nekem erre van felesleges időm és energiám így a második szar rész után. Tehát, hogy... Van egy csomó olvasatlan könyv a polcomon, amik tudom, hogy jók lesznek. És azok is lesznek. 80%-os biztossággal állíthatom legalább. Tehát, hogy akkor miért olvasnám ezt tovább? Mert őszintén mondom, talán a legnagyobb problémám ezzel az egésszel az, hogyha még egy ilyen sémára épülő könyvet el kell olvasnom most, amiben kb. Csak a neveket cserélik ki, akkor falba verem a fejemet, amíg nem vérzik és halok meg. Ezen a szinten vagyok jelenleg. Tehát, ha ez nem kölcsönkönyv lenne, akkor ez a könyv nem ilyen állapotban lenne jelen pillanatban, mert már elpusztítottam volna, de nem szabad ilyet csinálni, mert az mégiscsak könyv. Bár az én szememben jelenleg ez egy rakás szemét, de mindegy. A probléma valószínűleg ott gyökeredik, hogy se Jimmy, se Ellen a karaktere abszolút nem volt számomra olyan, ami érdekelt, tehát hogy nem érdekelt, mi fog velük történni. Úgy is tudtam, hogy a végén összejönnek, mert miért ne jönnének össze az ilyen könyvekben. Mindig összejönnek az emberek, mert miért ne jönnének össze. Mert mindig happy end és csillogás, és persze ez tök jó, hogy happy end és csillogás, csak amíg eljutunk a happy end és csillogásig, 3-szor ki akarom szúrni a szemem, mert már nem bírom nézni a gödröcske nyalogatást, meg a minden más nyalogatást ezekben a könyvekben. Azért most veszem ezt a last update-et egyébként föl, mert olyan este 9 óra van, nem is tudom hány óra van, igen. És én már így készen állok arra, hogy ma végre egy jót aludjak, csak az a probléma, hogyha meghagyom reggelig ezt az update-et és befejezést, akkor egészen, miközben próbálok majd elaludni, azon fogok kattogni, hogy mi a franc, hogyan fogom tudni szidni ezt másnap reggel. Tehát, hogy most kell megcsinálni, és akkor talán tudok aludni, vagy majd máson kattogok, de tök mindegy. Mi az Istent mondjak el erről a könyvről? Próbálom nem csak leszarozni, tehát próbálom itt jelen pillanatban észérvekkel alátámasztani, hogy szerintem ez miért volt egy rakás fos, de annyira fölhúztam magam ezen a ponton, hogy nem tudom ezt megtenni. Szerintem kb. Ugyanazokat tudom elmondani, amiket már elmondtam, tehát, hogy nem értem, hogy honnan jött ez a hirtelen szerelem Jimmy iránt, meg ez az ő tökéletes férfi, ez nem. Nekem amúgy se tetszik Jimmy, ahogy le van írva, tehát, hogy egy alapból nem egy olyan pasív, valamiért valószínűleg ez így a tökéletes férfinek, ez van, most már elvágtam a kezemet. Szóval ez van kimondva tökéletes férfinak egyébként, de hogy amúgy az én fejemben rohadtul nem így néz ki a tökéletes férfi, tehát szerintem a toxikus férfi néz úgy ki, mint ebben a könyvekben a pasik. Mindenki más, tehát hogy miért nem lehetne ezekben a könyvekben kicsit máshogy leírni ezeket, mert mindegyik mindig ki van gyúrva, meg van a 6 kockája, mindene nagy, mindene szexi, a jawline is ilyen tökéletes, milyen szögleteket zár be, vagy mit tudom én már, meg minden ekkora, és minden pont kitölt, mindent úgy, ahogy kell, elegem van. Megnéztem olyan, hogy ugyanint hány darab erotikus könyvet olvastam. Ezen a két álomgyáráson kívül, meg ezen a mostani szenvedésen kívül, ami ez a Stage Dive-ről sorozat, ezen a kettőn kívül egyébként még csak a Red, White and Royal Blue volt az, ami olyan rajta sincs ez a címke, plusz egy középiskolai kötelező, ami a Vörös Sándortól volt, a Psziché. Ennyi az én erotikus irodalmi mulatságom, vagy tanulságom, és mindegyik ugyanez a séma. Istenem. A másik problémám, hogy értem én, hogy Jimmynek nagyon rossz családi háttere van, és az anya egy rohadék, én ezt elismerem, de az, hogy ő emiatt egy... Ha már annyira tetszett nektek a popsi-buksi, akkor hogyha emiatt egy ekkora kuksi-buksi, csak hogy a másik véletet is rövidítsem, tehát hogyha emiatt milliárdos emberről beszélünk elvileg, rohadt sikeres, tele van lóvéval, akkor mi az Istenért nem tud elmenni egy nyomba pszichológushoz és kifizetni az árát, és akkor nem lenne ennyi problémája. Tehát, hogy így
Értem, hogy nagyobb problémáinkról nehéz beszélni, de egyébként Jimmy még tisztában is van vele, hogy amúgy egy seggarc, és hogy neki problémái vannak, de... Az a baj, hogy ez egy nehéz eset, de nekem egyáltalán nem tetszett, ahogy ez az egész ebben a könyvben kezelben volt, úgyhogy ebben maradok, jó? Tehát igen, nagyon traumatikus gyerekkora volt, és ezt elismerem is. Igen, ez hatással van az ember személyiségére, ezzel nem lehet vitatkozni. Csak mi lenne, hogyha ez a könyv azt mutatta volna meg, hogy ezt hogy lehet helyrehozni? Esetleg, mert hogy a úristen megvan az egy és a csaj, ez nem attól fog hirtelen helyre billenni oda bent minden, mert hogy szerelmes vagyok. Nem. Lehet, hogy szerelmes lesz az ember, és ja, csak a kapcsolatban meg fog továbbra is maradni az, ami Lena meg Jimmy között is megvolt, hogy rohadt sokat veszekedtek, meg ilyenek, de hát jó van. Összejöttek. Persze, hogy összejöttek. Mi más történt volna? Az utolsó 40 oldalon megvolt a mélypont, hirtelen összevesztek valamin, és akkor egy 15 oldal múlva már minden meg volt oldódva, csak egy kicsit a csaj maga alatt volt, és akkor de mégis szeretjük egymást, és á, és pusz, pusz, és nem tudom, ez... Tehát a következő, sőt nem, szerintem életem végéig nem akarok több ilyen könyvet olvasni. Pedig még itt van az az egy, tehát... És azzal most el kell döntenem, hogy mit csináljak. Jó, nem hiszem, hogy túl sok konstruktív dolgot tudok már mondani erről a könyvről, mindegy, nekem nem tetszett. Valakinek tetszett, megnéztem, olyan 91%-on áll ez a könyv, az összes többi 80 alatt van az, vagy nem, 90 alatt van, tehát, hogy ezek szerint tényleg ez a legjobb a sorozatból, ahhoz képest eddig ennek adtam a legalacsonyabb értékelést, mert most konkrétan ha már nem tudtam végigolvasni se rendesen, akkor az már nem fog két csillagot elérni. Tehát most azt hiszem másfelet bejelöltem molyon, mert bennem van, hogy lehet valahol még az elején. Én nem figyeltem, hogy tudjátok, nem tudom, nem is érdekelt. Azt én ugye a második felében nem figyeltem oda rendesen, de a második felére már annyira untam és utáltam az egészet, hogy már felesleges lett volna odafigyelni, mert csak mondjuk holnap délután tudtam volna befejezni, mert 200 oldalt azért kipörgetni, úgyhogy délután 4 órakor kezdtem el ma olvasni, és közben csináltam más mindent is, tehát hogy igen, máshogy nem ment volna, tehát abba hagyni meg nem szeretek könyvet, úgyhogy nekem ez a megoldásom. Mert ha már több mint a felét túl szenvedtem, tehát több mint a felén túl verekedtem magam, akkor nem fogom félbe hagyni, mert már benne van annyi, hogy nem éri meg félbe hagyni. Amúgy őszintén a legszívesebben most úgy nem tudom, egyszer valami sorozatban vagy filmben láttam, hogy így az anyja meg a lánya elmentek, és tányérokat törtek, és most azt annyira szívesen megcsinálnám, csak nem a saját tányéreinkkal, mert annak anyáik nem örülnének. És elmentek egy ilyen helyre, ami kifejezetten ilyen volt, hogy egy tányért letett a falhoz. Csűrni izomból. Azt kéne most nekem egyébként. És nagyon jó esne. Abszolút nem az én stílusomok, és nem csak a szex része miatt, hanem amúgy is nem az én stílusomok, mert ebben nincs semmi romantikus vagy szexi vagy ilyenek, ez szerintem legalábbis ez nem. Nem. Főleg amennyit ezekben a könyvekben kiabálnak közben, szerintem, hogyha a való életben is ez így menne, akkor az egész utcának tudnám a szexuális életét. Percre pontosan, hogy ki, mikor, hogyan és kivel. Tehát nem. Én megadtam neki az esélyt, a második tetszett, bár jobban átgondolva lehet, még a második meg is alacsonyabb értékelést kellett volna adnom, mert ja, tény, vannak benne problémák, de hogy... A második ehhez képest ott van fönt. Nagyon más az ízlésem, mint ami ezeknek a könyveknek a célközönsége. Gondoltam, le tudom őket gyorsan, de hát egyébként közben az IQ szinten, meg az agysejtjeim száma is rohamosan csökken, akkor nem biztos, hogy meg tudom csinálni, szóval... Hát igen, na, mindegy. Tudjátok mit? Vége. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videómat. Hogyha tetszettek, hogy nyomjatok egy like gombot. Amúgy semmit nem ennek a like gombok, úgyhogy tök mindegy. Ezt írok, blablá, nem. Tudjátok mit? Mentem aludni. Puszantást, sziasztok! Már semmi nem érdekel, azt se, hogy rendesen elköszönjek. Te meg mész vissza a polcra, és első adandó alkalommal visszaadlak Szintinek. Na jó, sziasztok!